A 10 év az ugye elmondott valamit, ami a hátam mögött volt, és én azt gondolom, hogy Győr városa, a polgárok, azok ez alatt a 10 év alatt repesve jártak színházba, hiszen a visszajelzések azt mutatták, hogy ez a műsorterv, amit mi mindannyian képviselünk, vezetőség, színészek, dolgozók, ez a győri lakosságnak nagyon tetszett. Én ezért azt mondom, hogy ami jó volt, azt nem szabad bolygatni. Vagyis nyilvánvaló, hogy egy-két változtatással, de nyilván picikét más lenne a műsorterv. És ez nem vonatkozik az első évadra, mert ugye tudjuk, 2 évre írták ki ezt a pályázatot, ami, hát, hogy is mondjam, ez alatt a 2 év alatt nagyon tervezni újat nem nagyon lehet, még úgy sem, aki mint újdonsült tacskó jön a színház vezetői posztjára. Hát adott a dolog, hogy amit te is mondtál, hogy ezt az évadot gyakorlatilag nem sikerült megmutatnunk a nézőknek. Vagyis mi arra gondoltunk közösen, hogy amennyiben én maradnék a Győri Színház igazgatója, akkor ezt az évadot úgy, ahogy van, átemeljük a következő évadra, vagyis a 21-22-es évadra, hiszen nem látta a közönség. Viszont azt, hogy ez alatt a, hát nem is tudom mennyi idő alatt, röpke idő alatt, így is 5 és 6 ezer bérletes lett, ami nyilván nőtt volna, hogyha nem jött volna be ez a szörnyűséges járvány helyzet. Tehát ez is azt mutatja, hogy a nézők letették a voksukat a színházért, a színháznak. És ezért gondoltam azt, hogy esetleg ugyanezt az évadot, amit hát ugye nem mutattunk be, megkomponálnák nekünk jövőre ugyanígy, hiszen már nagyon vártak egy csomó előadást, és ezáltal ugye kikerülhetetlen az, hogy hogyan tudnám én ezt megcsinálni, úgyhogy kezdettől fogva dolgozunk. Dolgozunk, alkotunk, díszleteket gyártunk, jelmezeket gyártunk, a rendezők megcsinálják az előadásokat készre, de nem mutatjuk be, hiszen nem lehet bemutatni. És ezért gondolom azt, hogy a nézők már olyan türelmetlenül várják azt, hogy ezt megnézhessék, hogy ezt az évadot kell megmutatnunk nekünk, hogy mi is lett volna ez. Egyébként meg hát nyilvánvaló, hogy a utána való évad az egy még újdonságosabb lenne, nagyobb varázslatú lenne. De azt látom, hogy most felmerült az a gondolat, én csak ezt hallottam, úgyhogy, hogy ebben a pandémiás helyzetben miért kell változtatni, miért kell igazgatót váltani. Én nem tudom, hogy ebben mennyi igazság van, hogy ez a dolog, ez felmerült a szakma fejében. Én nem rossz ötletnek tartom, hogy nem kéne ezt hozzányúlni. Az is bizonyítja, hogy a különböző média felületeken rengeteg hozzászólás van, mivel ugye fölröppent a hír, hogy pályázat van, kiírták a pályázatot, 4 pályázó van, és ezekben a kommentekben hát felfedeztük, hogy mennyire mellettem állnak az emberek, a Győr polgárai, és mindenki buzdít arra, hogy remélhetőleg folytatom tovább, és ha folytatom, ők nagyon nagy szeretettel várják. Úgyhogy én ezt szeretném megköszönni Győr polgárainak, hogy így buzdítanak, ez igazán jól esik, és tulajdonképpen ez ad erőt és motivációt arra is, hogy én ezt a pályázatot beadtam tiszta szívvel. Hiszen nincs annál jobb, amikor azt látja az ember, hogy a polgárok azok igenis ide szeretnének jönni és nézni azokat az előadásokat, hasonló előadásokat, amiket mi idáig is csináltunk. Úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy ha ők mellettem állnak, ők is bizakodjanak abban, hogy ez létrejöhet, hogy én újra vezethetem a színházat. Ha meg nem, akkor kívánok egy nagyon-nagyon sikeres több évadot a mögöttem lévő igazgatónak. Én azt gondolom, hogy nyilván mindig van előre, mindig lehet jobbat, többet, hogyha te maradsz az igazgató, akkor hogy tudod majd, ahogy említettük, hiszen a Győri Színház egy alapvetően népszerű, szeretett színház, hogy lehet, vagy lehet-e még népszerűbbé, még inkább a győriek kedvencévé tenni? Én már annak is örülnék, megmondom őszintén, hogyha ugyanazt a
béletszámot elérnénk, ami volt. Hát nyilván, hogy az embernek sok minden jár az agyába, én azt gondolom, hogy amennyiben engem választanak, én még nem tartom annyira öregnek magam, hogy ne legyenek ötleteim és mindenféle kreatív dolgaim. Nagyon sokat beszélünk így a barátaimmal, a vezetőtársaimmal, hogy hogyan lehetne, miket lehetne még előadni. Természetesen vannak ötleteim, én, ha nagyon kíváncsiak rá, én szívesen megosztom az emberek, ugye mi Győri Színház, arról vagyunk híresek, hogy talán az országban az egyik legjobb és legmonumentálisabb zenés darabokat, műzikeleket, operetteket, operákat adunk elő, hiszen bizonyíték arra, hogy évről-évről megyünk a Margit-szigetre, Szegedi Szabadtérén voltunk, és hát van nekem egy álmom, a kollégát feltette ezt a kérdést egyébként a minap, hogy mi lenne az a nagy formátum műzikeladás, amit én bemutatnék. Mert nekem az volt a válaszom, hogy ez a Moulin Rouge, amiből ugye film is készült, és amennyiben ennek a jogi háttere meg lenne, akkor én ezt nagyon nagy elánnal bemutatnám a nézőknek.